Mivel szintévesztő vagyok, vettem egy szintévesztést korrigáló szemüveget, és most ezt fogom kipróbálni, hogy valóban eredményesen működik-e vagy sem. Erről van szó. Ez egy erős piros-zöld tévesztőnek való szemüveg, Strong Proton. Viszont, hogy legyen valami objektív összehasonlítási alapunk, hogy valóban segít ez, ezért elvégzek itt ezen a telefonon egy szintévesztés tesztet, amit úgy fogok csinálni, hogy felveszem ezt a tesztet, és ezt majd ti láthatjátok, hogy mennyit találok el, és mennyit tévesztek. Tehát van egy ilyen alkalmazásunk, hogy egy szintévesztést vizsgáló teszt. Ebből az első, amit látok, ez a 71-es. Teszteljük, valóban 71-es második. Ebből semmit nem látok. Ez az 5-ös volt. Harmadik, ez egy 9-es számomra, pedig valójában egy 5-ös. Ez egy, hát 88-asnak mondanám, helyett 101-es. Következő. Nem fogok semmit mondani rá, mert ez a 88 frankó. Itt egy 1-esnek tűnik, amit látok. Valójában 7-es. Ezen nem látok semmit. Egy 2-esről volt szó. Szintén semmi. Szintén 2-es. Hát, hap-hap, ezen sincs semmi. 5-ös. Semmi. Szintén 5-ös. Hát ezen talán egy 7-est mondanék. Igen. Ezen is 7-est. Ezt elég jól láttam. Ezen nem látok semmit. Ez egy 6-os. Szintén semmi. Még egy 6-os. Ez elég jól láthatóan 57-es nekem. Rendben. Ez szintén 57-es, de csak a kis ábrán veszem ki jól, a nagyon, ott elég halványka. Semmi. 12-es. Semmi. 12-es. Semmi. 96-os. Semmi. 96-os. Semmi. 61-es. Semmi. 61-es. Semmi. És valóban semmi. Na. Jó vicc. Semmi. És megint semmi. Ezek viccesek. Semmi. 2, 4, 24.
Semmi. 5:35. Hú, hát ez olyan 27-es, vagy valami ilyesmi. Érdekes. Nem tudom. 8-as. Gratulálok. Na ez olyan X-nek tűnik, talán. Igen, ez egy X. Ez is egy gyengus X. Igen. Ez egy kis kör. Középpen. Aha, azt láttam, a szélsőket nem. Hát, semmi. Szép kis csillag. Ez egy kör. Aha. Nekem volt benne egy kör, egyébként meg nem volt benne semmi. Ebben nincs semmi. Talán egy csillag. Nem, nincs semmi benne. Igen. Na, ez gyönyörű. De semmit nem mond. Igen. Ez egy szép, szomorú arc. Szintén semmit nem mond. Szintén szomorú arc. Hát ez tényleg az. Ez olyan, mint egy szív lenne. Igen, hasonló. Majdnem eltaláltam. Hát... semmi. Igen. Semmi. Esernyő. Hát... körülbelül semmi. Egy hatos, meg egy kis karika. Hát, igen, szemüveg, kiskarika, hatos kiskarika, ez majdnem. Semmi. Olló. Ez... akár egy lepke is lehetne, vagy valami ilyesmi. És tényleg, ez egy gyenge lepke. Semmi. Malacka, vagy nem tudom mi az. Ez egy kör, és abban valami befelé forgó valami, nem tudom, meglátjuk. Ezt eltaláltam. Pont nem kör, hanem négyzet. Semmi. Szép kis háromszög, igen. Így utólag viszont, igen, így már úgy utólag kezdem látni ezt a háromszöget, de ez gyenge volt. Hát, valami köríves rész van itt a bal oldalon. Aha, hold, igen, ezt úgy nagyjából sejtettem valamit. Ez egy ötös. Határozottan ötös nekem. És közben pedig egy kulcs. Pedig van egy ötös jellege a dolognak nekem. Itt ez... középpen van egy vízszintes vonal, fönt egy háromszög. Vagy egy kör van áthúzva egy vízszintes vonallal. Ja nem? Jó. Majdnem házikó. Hát... ez olyan, mintha valami kéz lenne, vagy valami tenyér, ilyesmi. És tényleg.
És az utolsó pedig nagyon jól látható, van egy zászló. Ez annyira jól látható, hogy szerintem ezt a hülyék kedvéért tették ide. Igen. Jó, tehát a teszt az eléggé jól sikerült, mármint hogy jól mutatja a szintévesztésemet. Miután ilyen sikeresen elvégeztem ezt a szintévesztést bizonyító tesztet, ezért megpróbáljuk ennek a szemüvegnek az alkalmazását. Ami így nekem elég szépnek tűnik, szép rózsaszínnek. Legalábbis rózsaszínbe fogom látni a világot, vagy mások azt gondolják, hogy én szeretném rózsaszínbe látni a világot. Azt ajánlják a felhasználói kézikönyvben, hogy egy 5-10 percet csak simán viselje az ember, amíg a fehérhez alkalmazkodik a szeme, mert így első felvétel után a fehéret is ennek a pirosas árnyalatnak fogom látni, de egy 10 perc kell, hogy a szem alkalmazkodjon a megváltozott szín összetételhez, és a fehéret újra fehérnek lássam, és akkor elvileg javít a színlátásomon. Meglátjuk. Tehát most felveszem, hát tényleg, ez igen más. Tényleg minden pirosas rózsaszín, minden rózsaszín, viszont tényleg nagyon látványos a zöldeknek a megváltozása érdekes módon. Érdekes. Jó, hát egy kicsit próbálgatjuk. Egy 10 perc múlva visszatérek, addig használom. Érdekes, érdekes. Sajnos olyan sok pirosat nem látok, ami nagyon kiviláglana, hogy javult a látás. De más lett a szín összetétel, az kétségtelen. Olyan élő tényleg. Oké, meglátjuk. Kicsit később visszajövök. Valóban. Tényleg teljesen más. Már így, hogy egy 3 perc van rajtam, a kamera felvevő gombja eleve ez a kis piros itt. Már tényleg látható. Tényleg kiemelkedően látható. Érdekes, érdekes. Hozzá kell szokni, hogy mit látok. Különös. Tényleg teljesen más. Ó, furcsa. Éppen a tetőnél nagyon érdekes, hogy én eddig a rozsdát azt olyan feketésnek látom, és most határozottan vörösesnek látom. A tető rozsdája határozottan vöröses. Ha, érdekes. Tényleg, biztosan több színészre vehető. Ez a tető rozsda. Tetőrozsda határozottan vöröses nekem. Meg az ajtó keret, az teljesen más szín volt. Igen. Mindenképpen azt mondhatom, hogy van változás. És jobban látom a pirosat. A bicikli visszaverőket is. A zöldek kaptak még egy kis pluszt. Zöldek. Jó. Nos, néhány perc tapasztalat múlva visszajöttünk. Valóban jelentős a különbség, és tényleg jobban érzékelhető a piros, ami számomra egy kicsit olyan narancsosabb jelleget jelent. Tehát ami
amit eddig én pirosnak láttam a magam módján, azt most olyan narancsosnak látom. Viszont érdekes, mert kétféle pirosat látok, illetve a pirosnak kétféle kihangsúlyozódása van, mindjárt meg is mutatom. Itt van rá jó példa. Számomra ez szemüveg nélkül egy kicsit sötétebb, egy kicsit világosabb piros. Viszont felvéve a szemüveget, ez világító pirossá válik, ez viszont láthatóan pirossá, de nem világítóvá. Nem tudom, hogy mi ennek az oka. Ezt az árnyalatot, ezt világítóan pirosnak látom minden esetben. Ezt a kicsit sárgásabb pirosat, ezt nagyon kiemeli. Ezt a fajta pirosat, ezt nem. Nem tudom, mi ennek az oka. Jó. Akkor most elvégezzük a színtévesztés tesztet újra. Az a baj, hogy ugye egy kicsit sötétebb lett a végig csökkent a beérkező fény mennyisége, ezért a rövid látásom az rosszabbodott ebben az esetben, mert ugye a látás élességemet tudtam a pupilláim összeszűkítésével javítani, illetve hunyorgással. Most, mivel kevesebb a fény, kitágulnak a pupilláim, és nincs meg az a fajta kontraszt kiemelés, vagy az az élesség fokozódás, ezért mint hogy egy kicsit homályosabb lett volna a látásom. De ez az én bajom. Most azt a trükköt fogom alkalmazni, hogy felveszem a rövidlátó szemüveget, és arra a színtévesztést korrigáló szemüveget. Igen, hát így nagyszerűen látom a színeket is, meg a telefon kijelzőjét is. Ez a szép színes törlőkendő. Igen, itt a pirosat azt jól látni, jól kiemeli képernyőn. Ez a fajta piros, ez jól kiemelődik. Igen, teljesen más a színösszetétel most itt számomra. Újraindítjuk a tesztet. Igen, hát eleve ránézésre is sokkal másabb. Teljesen határozottan látom némelyiket. Ez 71-es, ez teljes határozottsággal. Ez 5-ös, elég határozottan. Hát ez olyan 8-as, jelleg 9-es. Nem, 5-ös, azért van még egy kis tévedés. Viszont itt egy 88-as határozottan, amit igazából 101-esnek kéne, hogy lássak. Nagyon vicces. 88-asnak látom határozottan, és mikor lesikálom, akkor pedig 100-as lesz belőle. Vicces. Hát itt egy ilyen 83, 53, ilyesmi. 88. Igen. Ez sajnos semmi. 7-es. Ez ilyen 8, 2-es, 2-es inkább. 2-es. Aha. Ez is határozottan 2-es. Mármint, hogy ez ugye, azt hiszem, ezt is megpróbáltam. Jó. Ez most egy kis filózás után sem tisztul ki. Nem tudom. 5-ös. Jó. Ez 8-asnak tűnik, és helyette 5-ös. Igen, hát 5-ös. Jó. Igen. Így már látom. Már nem csak ott, hanem itt a színes karikán is. Ez mondjuk 7-es. Igen. Ez szintén 7-es.
Ez 6-osnak tűnik nekem. 6-os. Igen, 6-os. Ez is 6-os. Na, ez probléma. Nem tudni. 57-es, aha. Ez 57-es. Ez egy olyan 12-es jellegű. És igen. Ez is 12-es. Ez, hát, 96, ugye? 96. Ez is 96. Hát, ez olyan 61 jellegű, 51. 61. Jó. Ez is 61. Ez 2-eskének tűnik, pedig nincs benne semmi, ugye? Ez egy 5-eskének tűnik, de tudom, hogy nem lesz benne semmi. Igen, pedig akár. Ez 224-es. Nem? Ja, 200, vagy 424, na. Igen. Igen, ezt láttam. Rosszul mondtam, de jól láttam. 535 lehetséges, bocsánat ez, ugye kicsit néztem. 535 vagy 80, de inkább 35. 5.35. Igen. Ez olyan... Bocsánat, ez olyan... 8-as, 7-es, 3-as, hát bizonytalan. 8-as, jó. Következő... Hát... 3-as. Nem, X. Pedig azt hiszem, ezt felismertem. A múltkoriban, most nem. Ez egy kör és egy XL? Nem, sima X. Frankó. Na most viszont emlékszem, hogy ennek csak a belső körét ismertem fel, most viszont határozottan látom a 4 külső kört is. Prima. Itt is határozottan látom a kört, benne a csillaggal. Na, itt vannak gondok. Bizonytalan nagyon. Mert nincs is benne semmi. Gratulálok. Ez úgy szintén rendkívül bizonytalan. Semmi. Nagyon jó. Hó, azt a mindenit. Na, ebből semmit nem láttam, most viszont annyira jól látom, hogy nagyon jól látom ezt a kis szomorú arcocskát. Szuper. Ez szintén nagyon jó. Szomorú arcocskát. Ez szintén nagyon jó. Vidám arcocska. Ó, nem tudom, ezek milyen színösszetételek voltak, amit eddig nem láttam, most viszont nagyon jól láttam, mert ez is a vidám arcocska, nagyon jól látható. Így. Na, itt vannak gondok. Ez ilyen esernyő vagy. Nincs oda? Igen, rendben van. Hát, azt kell mondjam, hogy ez itt nekem semmi, a szemüveg pedig, a szemüveg van rajtam. Uh-huh.
Jó, hát semmi, nem baj. Itt ez olló. Kicsit bizonytalanul, de látható. Ez meg lepke? Vagy mi ez? Igen. Ez... Na ez mi? Ez mi? Hát látom, látom a vonalakat nagyjából, de nem tudom mi ez, szemüveg ez is, vagy valami. Mi a franc az, ja? Valami amorf hal. Határozottan négyzet, ezt tudja, hogy az előbb nem láttam, hanem kört mondtam rá, pedig most határozottan négyzet. Ez ellenben valami kör, de hogy mi van benne, azt nem tudnám megmondani. Na, vidám, háromszög. Pedig milyen körnek látom itt. Határozottan látok egy kört, és közben pedig háromszög. Na hát. Ja, így most már látom, aha. Igen, egy kicsit kell tanítani a szememet, és most már látom háromszöget. Ebbe meg egy hold. Igen. Ez egy kulcs, határozottan kulcs. Jaj. Ez egy ház, határozottan. Igen, az előbb láttam a tetejéből valami sejleményt, most viszont látom az alsó négyzetes. Meg talán ablakos kiegészítőt is. Így van. Hát itt megint van egy kis bizonytalanság, valami kör. Kör, és fölül is van valami szeletke. Aha. Ezt viszont az előbb láttam kéznek, és most meg nem láttam kéznek, most valami körnek láttam. Igen. Igen, most ebben nem látom a kezet, de az előbb viszont láttam. Érdekes. És a zászló az határozottan zászló most is. Jó. Hát én azt mondom, hogy annak ellenére, hogy nem ismertem fel mindegyik szint, azért jelentős javulás volt már így, tanulás nélkül, mert ezt lehet tanulni. Lehet egy kicsit edzeni az idegsejteket. Én azt mondom, hogy ennek van értelme, ennek a szemüvegnek. Ennek a színtévesztést korrigáló szemüvegnek van értelme. Határozott javulást eredményez. Nem gyógyítja meg tökéletesen elsőre, de én azt mondom, hogy még így is lehet javítani. Kis gyakorlással nem ugyanazokat az ábrákat begyakorolni és memorizálni, hanem az idegsejtek érzékenységét fokozni, illetve az agyat tanítani az észleleteknek az értelmezésére. Igen. Azt mondom, hogy jó ez a szemüveg. Igen, jó ez a szemüveg. Ajánlom. Akinek szüksége van jobb színlátásra, annak tudom ajánlani ezt a szemüveget. Jó, ennyi.